hazánk mozgalom ugye megmutatta a végrehajtó maffiát, ugye több éves munkánk, több éves végrehajtó kergetés van a hátunk mögött, az ügy felgöngyölítésében egy szerepet játszottunk. És már 2 éve is bejelentettük azt, hogy a végrehajtást igenis mielőbb non-profittá kell tenni. Ami azt jelenti, hogy újra állami kézbe kell, hogy kerüljenek a végrehajtók, és fix bért kell kapniuk. De miért nem sikerült eddig senkinek sem eredményt elérni? Mert igazából mind a két nagy politikai tömnek érdeke fűződik hozzá, hogy ez a kizsákmányolásnak soha ne legyen vége, és a deviza megoldásra se legyen végleges hathatós megoldás. Ne legyünk naivak, hogy a balliberális szivárványkoalíció nem részese ennek az egész történetnek. Több évnyi kormányzás alatt sem piszkálták meg a végrehajtókat, sem a törvényeket, sem a követeléskezelőket, sem a bankokat, sem a közjegyzőket. De igazából mit is várhatnánk olyan emberektől, akik azt a Magyar György ügyvédjét jelöltek meg igazságügyi reformért felelős embernek, akinek irodája több mint 500 000 000 forintot keresett a börtönbizniszen. Megállt kell parancsolni a magyar emberek népnyúzásának, amiből jelenleg a bankok után a végrehajtók profitálnak a legjobban.